Május utolsó vasárnapján, a Hősök napján azokra emlékezünk, akik történelmünk során a legdrágábbat, életüket áldozták a haza védelmében. Idén a városi szintű főhajtásra május 27-én került sor a hősi emlékmű előtt. A himnusz közös eléneklése után Vietoris József beszél a Márvány című versét Szabó Miklós, a Naná Színház tagja tolmácsolta. Beszél a Márvány szellem ajkakon, megilletődve, búsan hallgatom. Ifjak se voltunk félig gyermekek, mikor hazánkra tört a fergeteg. Amit tanultunk, nem feledtük el. Veszélyben a hon, menni, halni kell. Mentünk, virágos kedvel, boldogan, mint akinek nagy messze útja van. Tiéd a csókom, édes jó anyám, tiéd a vérem, édes szép hazám. Mentünk, s elestünk. Hősök sorsa ez. Hittük, s reméltük, nagy jutalma lesz. Szabad hazájában boldog nemzedék regéli majd a hősök érdemét. Beszél a Márvány szellem ajkakon. Megilletődve, búsan hallgatom. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntőjében emlékeztetett a nap tragikus kettősségére, a hősökre való büszke emlékezésre, és ugyanakkor a fájdalmas veszteségekre is. Ez a emléknap mindenképpen egy kettősséget jelent. Kettősséget, mert büszkék vagyunk ezekre az emberekre, áldozatukra, és egy olyan erkölcsi, jogi alapot teremt a közösségünk számára, ami lehetővé teszi, hogy büszkén éljünk ebben a közösségben. Ugyanakkor egy iszonyatos véráldozat is ez, ha belegondolunk, hogyha ez a több mint 1000 ember köztünk marad, a mi közösségünk, városunk, országunk talán nagyobb lenne, gazdagabb lenne, de mindenképpen teljesebb lenne. Ezt a kettősséget jól fejezi ki Vas Albertnek a verse, amelyet szeretnék egy rövid verszakban idézni. Vas Albert, gyertyaláng, emlékszobor, aranyló nevek rajta, mögötte izzó, vérpiros csaták, mögöttük sajgó, megtört életek, síró gyermekek és síró anyák. S hogy kik voltak a hősök, kik a példaképek a haza, a hon védelmének sok évezrednyi történetében? Forisek Péter, a Debreceni Egyetem dékán helyettese emlékező beszédében visszanyúlt a görög háborúk hőseihez, példázva az egyéni, illetve a közösségi helytállást. Az egyén és a kollektívumnak a viszonya mindvégig jelen van a történelmünkben. És amíg az egyéni szabadság is fontos, addig az is fontos, hogy a közösségért is felelősséggel tartozunk. Nem csak jogaink vannak, hanem kötelezettségeink és felelősségeink is. Kik a mi hőseink? 1917-ben az első világháború vérzivataros éveiben született meg a Hősök napjának az ötlete, és innentől kezdve emlékeztek az első világháború elesett katonákra. Hajdonállás városa is, mint itt láthatjuk ugye a mellettem levő emlékművön, és mint ugye el is hangzott, több mint 1000 katonát áldozott a haza oltárán. Nagy veszteségeket szenvedett, de ugyanakkor olyan hősöket adott a magyar történelmnek, mint például Daróczi Ambrus, aki mind a szárazföldi, mind a légi hadviselésben is igen nagy győzelmeket aratott. Ezekre az emberekre büszkék lehetünk, nagy fájdalom a családnak, nagy fájdalom a közösségnek az elvesztésük, ugyanakkor büszkeség töltheti el minden hajdonállási ember szívét, hogy ilyen hősöket adott a hazának. 1924-ben iktatták törvénybe a Hősök emléknapját, ezt is hallottuk, és ugye fontos az, hogy 1945 után a kommunista rendszer ezt a napot egyszerűen törölte a magyar megemlékezések sorozatából. 2001-ben a törvény így fogalmaz,
Mindazokra emlékezzünk, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták, vagy áldozták Magyarországért. Elsősorban tehát katonáinkra emlékezünk, akik életüket áldozták a hazáért az 1100 éves kárpát-medencei magyar történelem során. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik ma akár NATO kötelékben, akár itthon, békemissziókban vagy hazai védelemben vesznek részt, és akár a messzi távolban védik azokat az alapértékeket, amelyek összetartják hazánkat. Mellettük emlékezzünk meg azokról a civil áldozatokról is, akik sokszor nem önként, hanem a történelem viharos fordulatai miatt kényszerhelyzetben áldozták életüket hazájukért, akiket a barna vagy a vörös diktatúra elhurcolt lakóhelyéről és a messzi távolban vesztették életüket. Hajtsunk fejet valamennyiük előtt, és gondoljunk rájuk nagy szeretettel. Az emlékező gondolatok után a Maklári Lajos Városi Énekkar katonanóták előadásával adózott Hőseink emlékének. Ez a vonat most van indulóban, az eleje fel van virágozva, a belseje sárgára, leszerel öreg bakák számára, mennek haza. A Hősök napi megemlékezés a koszorúzás szertartásával zárult. Hajdun Ánás városa mellett iskolák, intézmények, pártok helyezték el koszorúikat, virágaikat, Kalotai Ottó alkotása a Hősi Emlékmű alapzatán.